Szökőkutak, városkapu és még számos látványosság várja az új hajdúszoboszlói korzón a helyieket és a városba érkező vendégeinket. A köztudatban sétány projektként ismert fejlesztés hétről hétre egyre látványosabb. A konzorciumban megvalósuló projekt tervezésekor kiemelt szempont volt a Debrecen, Hortobágy, Tiszató, Hajdúszoboszló desztinációs térség megjelenítése. Hajdúszoboszló méltó emlékkel tiszteleg a gyógyvíz feltárójának is. Pávai Vajna Ferenc egész alakos bronzszobra áll majd a gyógyfürdő főbejáratánál. Stábunknak az építési műszaki ellenőr bemutatta, hogyan bontakozik ki az építkezés. Rakják a térköveket, amik a kanyargó úttestet képezik a megújuló Mátyás király sétányon. A Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése projekt a strand főbejáratnál kezdődik. Itt egy új szökőkút is lesz. A turisztikai iroda előtti szökőkút már a múlté, de a helyére egy modernebb épül vízi és színjátékokkal, a tervek szerint összehangolva a harangház harangjátékával. A harangházzal szemben lévő régi szökőkút elbontásra került, helyette egy új szökőkút épül. Ez lesz tulajdonképpen az igazi látványszökőkút, amely egy körmedencét jelent számunkra. Itt már lehet látni, hogy a medence teljes felülete elkészült. A fürdőnek a nyári bejáratával szemben is épül egy szökőkút, ez tulajdonképpen korábban a Mátyás király sétányán volt tervezve, de a gázvezeték kiváltások miatt áttervezésre került. Kis mélységű medence, 30-35 centi mélysége van, két fürdőző alapú szobor lesz elhelyezve, és tulajdonképpen alul 9 lámpatest, amely világítást ad tulajdonképpen a szobornak is, és maga a medencének is, és ide lesz betűkkel 20 cm magasan, 20 mm nagyságú betűkkel a hajdúszoboszló felirat a medencébe. A gyógyfürdő épületének szomszédságában a befejező munkálatokat végzik az új építményen. Mögötte már a terepet rendezik, ez a strand területéhez tartozik. Az építményben modern, szociális helyiségeket alakítottak ki. Egyet a kisbabás anyukák kényelmére, valamint egy akadálymentesített, egy női és egy férfi toalettet. A gyógyfürdő felől pedig üzlethelyiséget. Ez a baba és mama váró helyiség, tulajdonképpen egy pelenkázó helyiség, egy WC-vel együtt. Ide fog kerülni majd a pelenkázóasztal, hátra mögött lesz a kézmosó és a tulajdonképpen készállító mosókagylóval. Az épület folytonosságát egy érdekes formáció szakítja meg. Jobb adat a vendéglátóegység, vagy árusítóhely, mert nem tudjuk, hogy mi lesz a funkciója. A két épület, a WC és az árusítóhely között van egy üres terület. Tulajdonképpen itt lesz egy applikáció majd, azt még nem telepítettük, azt később fogjuk megkapni, amely Hajdúszoboszló nevezetességeire szól, és egyéb programokat lehet majd rajta látni és kezelni. A terep pedig így zártuk le, a fürdőkerítéséhez hasonlóan, tulajdonképpen acéloszlopokkal. Ez az egység a hármas számú projektelem, melynek befejezési határideje április 14-e. Néhány lépés és egy nagy munkaterület tárul elő. A gyógyfürdő főbejárata előtt az élmény és látványelemek tárháza készül. Ezt én a Fibonacci területének nevezem, így is van a szakmai gyakorlatban is. Több élményelen épül, de ami a legimpozánsabb, talán mondhatnám, ez a kis hajóúszható, amely 25 méter hosszú medence feszített víztükörrel. A gyermekek egyik közterületi kedvence ez a hely lehet. A mesterséges vízáramlásnak köszönhetően a hajócskák vízre bocsátva a medence túlsó végéig úsznak. Egy szobrocskával is kiegészül a tér ezen része. Szobor tulajdonképpen egy kislány lesz, vagy egy gyermek, aki a hajót éppen vízre teszi. Balra tőlem a spiláros rész alakul ki, amely szinte teljes térkő burkolattal van. Nagyon kevés benne a zöld rész, pusztán lehet látni, hogy a fák közvetlen környezetében lesz csak. A gyógyfürdő főbejárata előtt főt hajthatunk majd hévízünk atyának új szobra előtt. Közvetlen a gyógyfürdőnek a gyógyászati bejáratával szemben, ott lehet látni, a két kanál mellett van egy pici zöld kis pontocska, az a pávai szobornak a pontos helye. A pávai vajna szobor nem a régi kerül tulajdonképpen visszahelyezésre, hanem egy új, egész alakos, sőt, attól nagyobb egy kicsit, ötnegyedes alakos, durván két méter magas bronzszobor kerül elhelyezésre, egy mészkő talapzatra. A kibővített tér sétány felüli részében városkapu köszönti az arra járókat, Hajdúszoboszló nevét megjelenítve. Ott lesz a városkapu, az egy
3 méter magas, 6 méter szélességű acéloszlopokon, háromszög alakú acéloszlopokon nyugvó kapu lesz, amelynek a felső része össze lesz kötve egy lemezzel, és abban lesz benne az a rész, hogy hajdúszoboszlói felirat. Számos élményelem lesz még a városkapu alatt elhelyezve, lesz egy 75-szoros LED TV és ipari TV, lesz egyéb ilyen információt nyújtó táblák, amelyek jelzik azt, hogy tulajdonképpen ebben az élménypontban, ebben a Fibonacci területén milyen élményelemek találhatók. A Fürdő utca felüli parkfelületben még egy különlegesség készül. A Föld hangja installáció. Annak a lényeg az, hogy különböző magasságú, tölcsér alakú lemezből készült elemek kerülnek a földbe elhelyezésre. Ezek nagyjából összekötetésről lesznek a föld alatt egymásra, egy pont kivételével, amelyen lehet hallani majd a föld hangját. Ez a molinó felülnézetből ábrázolja a gyógyfürdő főbejárata előtt megépülő élményterületet. Mészáros Sándor az egyik tervrajzot is megmutatta. Átjutva a Fürdő utcán a Mátyás király sétányon járunk. A munkálatok ide összpontosulnak a jó időben. Az Origó élménypont nyitja a sort a Mátyás király sétányon. Bronzból készült jelzések mutatják majd a négy égtájat, és ide árnyékolás is készül. Ez kerek alakú lesz, durván 2,5 méter magasságban, fedett tetővel, ledvilágítással. Ez egy ilyen tulajdonképpen impozáns térelem ebben a élménypontban. A projekt egyik elvárása, hogy Hajdúszoboszlóval egyetemben megjelenjen Debrecen, Hortobágy, illetve a Tiszató világa is. A sétányon a következő élménypont ennek megfelelően a Civisváros megyeszékhelyt szimbolizálja. Itt lesz párhuzamosan elhelyezve egy kapu, amely acéloszlopokon van, összekötve egy lemezzel, és a lemezben lesz tulajdonképpen az a feladat, hogy Debrecen. Úgy, mint hogy a Hajdúszoboszló városkapujánál a Hajdúszoboszló jelzés volt. Élménypont közepén pedig lesz a térkőből, a ráépítve fehér térkőből a Debrecen közigazgatás határát jelző elem, térelem. Mészáros Sándor a tervrajzzal is szemlélteti, mi és hol lesz a sétány első felében. És itt nyilván fák lesznek elhelyezve. Nem veszek semmit sem. És ez az úttest, vagy járda felület? A járda két oldalt van, ez az út. Végig, ez pedig egy kiteresedés tulajdonképpen a területen. A következő két élménypont a Hotel Aurum, továbbá a Hotel Béke előtt fog meglepetést szerezni a járókelőknek. A négyes élménypont a fény névre hallgat, míg az ötös élménypont a hullámra, de a két élménypont egymásnak az ellentetje, akitását tekintve. Mind a két helyen pulzáló színváltós fény kerül a burkolatra, és íves vonalvetéssel ezt lehet látni, és a kialakult félkörökben pedig lehet világítás volt végig. Ilyen tört fehér szintben állapodtunk meg. A ülőpad alkalmatosságok pedig ilyen vízcsepp formára hasonlítanak, hogy dizájnosabb legyen. A sétány jelleget erősíti az átalakítás. A járdák két oldalt az utca nagy részén elkészültek. A járművek közlekedési felülete is épül, 20x10-es antracit térkőből. Ez a szegélyekkel együtt számítva 3 méter 25 cm széles. A lekanyarodást az útról minden szállodához biztosítják. Itt pedig már részben kész a 6-os számú élménypont. Ez a Smart. 9,5 méter átmérőjű kör, amelyen látszik már elkészült 50 cm-es támfal, ez egy pihenőfeltet szolgál, és lesz még 3 pihenő felület, amely VPC burukkal lesz ellátva. Gyakorlatilag ez az élménypont, eddig egy napozó felületet ad tulajdonképpen a pihenni szándékozóknak. A közelben a Barátság gyógyszálloda előtt jelképesen megjelenik a Hortobágy. Ez egy külalakú élménypont, azok a kiszögelések tulajdonképpen a pihenőpadokat jelzik, a pihenőpadoknak kerülnek elhelyezésre, és a kör közepére pedig lenne állatfigurákat tartalmazó bronzszobrok. Van még egy Hortobágyra utaló jel, amely nem készült még, a 9-es jelű élménypont lesz, ahol egy köralakú vasbeton síklemezre 20 darab oszlopot, acéloszlopot helyezünk el, és az acéloszlopokon a térség és a Hortobágyban járatos vagy élő állatokat, madaraknak a adatait, magasság adatait fogjuk jelezni. Ez az élménypont a természet világára utalva tehát informatív jellegű lesz, és a Hotel Silver 2 elé fog megépülni.
A nádast imitáló, oszlopos attrakció előtt azonban a Kultúra hídja is elkészül. Ezen kívül milyen élmények, elemek várhatók még? Egy élménypont lesz még, egészen majdnem közel a sportutcához. A másik oldalban, a páratlan oldalon, ott a víz, túl fantázionívra hallgató élménypont lesz, ahol alapodás nélkül térelmek kerülnek eljelzésre kis szopocskákkal. Ez az attrakció is valószínűleg az utolsó fázisban fog elkészülni a növénytelepítéssel együtt. A projekt keretében egyébként összesen 9700 négyzetméter térkövet, 4200 méter hosszúságú szegélyt építenek be. Nem utolsó sorban 3000 négyzetméter zöld felület létesül, amelyből 600 virágágy. Az elektromos infrastruktúra is megújul. A beruházás szerves részét képezi az energiaellátó kábel kiépítése a jobb oldalon, tehát a páratlan oldalon, illetve a közvilágítási kábel kiépítése, ami tulajdonképpen már megvan, a földben van, de az oszlopok cseréje is meg fog történni, tehát új típusú róza lámpák lesznek elhelyezve, csak ennek az a feltétele, hogy az EON-nal az önkormánynak megállapodást kell kötni, veszélyek mind lebonyolódnak, azt gondolom, hogy 2-3 hónap, tehát az oszlopok cseréje vélhetően 3 hónap múlva fog megtörténni. Összességében elmondhatok, hogy egy nagyon attraktív produkció lesz itt, amikor elkészül a teljes beruházás. Reménykedünk, hogy így lesz. A beruházásnak van még egy kisebb projekteleme, túl az autóbuszállomáson. Április 8-ára elkészült itt az új kerékpártároló. A Volánbusz által ideiglenesen kialakított tárolóhely megtartásával elegendő hely lesz így a buszállomásnál a kétkerekűek leparkoltatására. Ez a kerékpártároló most épült, átadás előtt van, 8-án, tehát április 8-án lesz a műszaki átadás átvétele. 9 méteres területen tulajdonképpen 36 darab kerékpár tartó oszlopot helyeztünk el, ez egy új dizájnos oszlop. 9 térelem véd az eső ellen. A tároló LED megvilágítású, és a városi rendszerbe bekötött biztonsági kamerák felügyelik. Épült egy pad is, amely mögött egyszerre 5 elektromos kerékpár lesz tölthető. Sőt, egy szervízpont is található itt, segítve a kerékpárok esetleges gyorsjavítását.